Bicikli mellett futva kapkodni a bokák után, Csorváson ez a játék ennek a kutyának, gazdája az ebadó miatt aggódik. Hát ha kötelező volna, akkor igen, de inkább ne legyen. Ennyi az egész. Van, ahol most is kötelező. Az önkormányzatoknak most is van lehetőségük arra, hogy ebadót vessenek ki. Igaz, kevesen éltek a lehetőséggel. Én félek abba, hogy összvisz csak arról van szó, hogy ugye mindenhol jól jön a plusz pénz, és még próbáljunk meg valamit kitalálni. Néhány napja terjedt el a sajtóban, hogy a kormány új ebadó kivetésére készül, amelyet csak a vadász és mentőkutyák tulajdonosainak nem kellene megfizetniük. Számos állatvédő szervezet, kutyatartó és az ellenzék is tiltakozott. A Földművelési Minisztérium ma közleményben jelentette be, félreértették vagy szándékosan félremagyarázták a javaslatukat, amit ezért visszavonnak. A kormány szerint szó sem volt arról, hogy ők újabb ebadót vessenek ki. Szerintük a javaslat pusztán pontosította volna azokat a szabályokat, amelyek alapján az önkormányzatok már most is kivethetik a kutyatartókra az adót. Olyan vitát nem szeretnénk, hogy ez egy ellenzéki párt által felkarolt kérdés legyen. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az ellenzék akart politikai tőkét kovácsolni a félreértett jogszabályból. Ez a szabály, vagy ez a tervezet, amit szerepelt, az elsősorban arra vonatkozott, hogy ha ilyen típusú adót bevezetnek az önkormányzatok, akkor mi az, amire nem vezethetnek be ezen belül adót. A szocialisták viszont úgy látják, ennyien nem érthették félre a szöveget. Ez a örökké félreértett kormány, mert a Nobel-díjasok és az Oxfordi Egyetem vezetői félreértették az egyetemi törvényt, most meg az állatvédők, akik egyébként hivatásszerűen ezzel foglalkoznak, értették félre az állatvédelmi törvényt, meg természetesen az ellenzék is félreértette. Az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint a jövőben is óvatosan kell kezelni az ebadó ügyét. Az állatvédő szervezetek mindig félnek attól, hogy egy-egy ilyen szankció után, mondjuk a csipezés után is nagyon sok állat került az utcára, vagy egy ilyen ebadó bevezetése az a tömeges állatok elengedését jelenteni. A kormány tovább dolgozik az állatvédelmi törvény módosításán, azt ígérik az állatvédő szervezetek bevonásával.